Figyelem, figyelem! A Magyar Népköztársaság belügyminisztere Budapest területén a kimenési tilalmat elrendeli. Polgárháború van, anyuka! Vacsorára rend lesz. És ki csinál rendet? Gárdos Péter neve ismerősen csenghet az irodalmat, a színházat, illetve a film műfaját kedvelők körében is. Az író, rendező, forgatókönyvíró számára az Uramisten című film hozta meg a világsikert. Ki vagy? S te? Kik vagytok? S te ki vagy? S te ki vagy? Mert ez a kuglifejű palit mögöttem a vászlon, ez tudta, hogy kicsoda? Nem kellett bemutatkoznia! Csináld csak a kengurudat tovább, és idomíts be engem is! 1987-ben jelent meg a máig legsikeresebb, és a kritikusok szerint is legjobb filmje a Szamár köhögés. Az egyik legtöbbször díjazott magyar filmrendező lett, úgy, hogy a főiskolára nem vették fel rendezést tanulni. Megszállottsága és tehetsége hozta meg számára a sikert. Szülei történetét Hajnali Láz címmel írta, majd rendezte meg. A regényt 36 ország adta ki, Ausztráliától Brazíliáig. Gárdos Péter a vendégünk. Elküldte egy csomó lány címét. Hány levelet írt? 117-et. Kiválasztok közülük egyet. És szerelmes leszek belé. Kedves Nóra. Kedves Erzs. Kedves Néni. Nem tudom, hogy... Itt vagyunk az Aquincum Hotelben. Miért? Miért fontos Gárdos Péternek ez a helyszín, ez a hely? Évek óta járok le ide úszni. Reggelente az a különös élményem támad, főleg nem, másfél év óta van ez. Hát elkezdtem úszni ide, pusztán azért, mert sportolni kell, meg mozogni kell, meg az állítólag egészséges. De egy év alatt egy egész fura élményem támadt, úgy tudnélik, elkezdtem az aznapi dolgaimon kicsit mélyebben gondolkodni, és rájöttem, hogy ennél izgalmasabb és kreatívabb helyszín, mint egy szállodának a swimming poolja nincs is, legalábbis nekem, mert egyszerűen eszembe jutnak olyan dolgok, amik máshol, máses körülmények között, napközben nem. Tehát amikor igazán komoly feladataim vannak, tehát forgatókönyvet, vagy regénybe vágtam bele, és akkor elmegy úszni. Akkor elmegyek úszni. Reggelente elmegyek úszni. És akkor megtalálnak engem azok az ötletek, amelyeket napközben egyébként soha máskor nem. Akkor ez az irodája is gyakorlatilag. Lényegében együtt, igen. Irodám és sporthelyem együtt. Péter híres arról, hogy azt mondják önről, hogy a filmjeihez a szereplőket, vagy egyáltalán a karaktereket az utcán is megfigyeli, vagy keresi, vagy figyeli más módon az embereket az úszodában is? Tehát az is lehet, hogy mondjuk itt is szembe jön az a karakter, az az arc, amely lehet, hogy fontos lehet a következő filmhez? Ez egy régi mániám egyébként, hogy főleg kávéházakban, meg éttermekben szoktam ezt zsagorolni, hogy figyelek. Hogy úgy foglalom el magam, hogy a szemben ülőt, vagy a kicsit távolabb ülőt próbálom kitalálni, hogy ki lehet, hogy mi a sorsa, hogy mi lehet az élete. És ez egy nagyon régi mániám, és nagyon régóta csinálom, tehát egyetemista korom óta. Hogy itt az úszodában előfordul ez, itt ritkábban, mert nem nagyon találkozom emberekkel. Viszont akkor jövök, mikor viszonylag kevesen vannak. De valóban igaza van, hogy az egyrészt jó, hogy nagyon jó játék, hogy ezt napközben csinálom, tehát az életemben, a hétköznapi életemben csinálom, megfigyelek különböző típusokat. De volt már rá például a Trifa című filmünknél, amely egy Kosztolányi elbeszélés alapján készült, hogy a latin tanárt egy áruházi lánc húsospoltja mögött találtam meg, latin tanárt egyébként. Egy világ legédesebb embere állt ott, és fente a kését, és vágta a borjút és a marhát. És ott mi álltunk a feleségemmel vele szemben, valamit vásárolnunk kellett, és abban a pillanatban tudtam, hogy ez a férfiú, ez nekem kell. És mondtam neki, hogy hajlandó lenne eljönni egy castingra, nem is értette, hogy miről van szó. Kérdezte, hogy milyen szerepre, mondtam, hogy ő lenne a latin tanárom. Mondtam, hogy neki 8 általános végzettsége van, és egy húsipari technikum, hogy elég lesz. Mondtam, tökéletes. Soha életemben ilyen csodálatos latin tanárt filmen nem láttam, mint ő.
Tehát igazából arról van szó, hogy, hogy megtalálhatja az ember a hétköznapi életben azt a figurát, akiről álmodik. Még színészi tehetség sem kell hozzá, pontosabban kell hozzá valamilyen tehetség, valamilyen reprodukciós tehetség, hogy önmagát képes legyen adni, de az önmaga tökéletes megvalósítása az bőven elég ahhoz, hogy egy szerepet megcsinálja. És mindig bejött ez az érzés? Tehát azért az embernek bátornak kell lenni, hogy egy amatőrre bízzon egy szerepet, nem? Eleinte, amikor a szakmát elkezdtem, akkor nem mertem ezzel kísérletezni. Tehát akkor csak Kossuth-díjas színészekkel dolgoztam. De aztán később rájöttem, hogy tulajdonképpen az hogy valaki képes-e arra, hogy mondom, egy bizonyos alak bőrébe bújjon, és azt nagyon hitelesen megformálja, ahhoz viszonylag jó szem kell, és persze szerencse. Volt egy másik filmünk, amit a Lázár Ervin felnőtt meséjéből készítettünk, annak az volt a cím, hogy a Porcelánbaba. Annak lényegében valamennyi szereplője amatőr, és azt úgy találtuk meg, hogy lementünk Kecskemét környékét anyavilágba olyan emberekhez, akik nem hogy filmben nem szerepeltek, de szerintem filmet sem láttak életükben, televíziót sem láttak életükben. Bementünk a környékbeli kocsmákba, és azokat a figurákat, akiket nagyon érdekesnek találtunk, vagy adekvátnak találtunk a szerepre, azt kihívtuk a kocsma elé, hogy tegye meg, hogy egy-két mondatot mond, vagy egy szituációba próbál viselkedni. És a legnagyobb megdöbbenésemre, például ennél a filmnél kiderült, hogy 3-4 olyan asszonnyal és férfivel találkoztam, akik szerintem, hogyha Hollywoodba születnek és részt vesznek valamilyen hollywoodi filmképzésben, akkor világhírű, de most nagyon túlzónak tűnik a kifejezés, amit fogok használni, világhírű színészek lehettek volna. Tehát olyan elképesztő, különleges képességgel áldotta meg őket a sors, ott egy juhászt, meg egy például egy Kecskemét környékét anyan élő juhászt, és egy nyugdíjas bácsit, volt szerencsém, mondom, nagyon, nagyon jó minőségű, nagyon tehetséges, nagyon sok díjjal ellátott, kitüntetett színészekkel is dolgozni, hogy ez a két ember Kenterbe verte. Valamilyen olyan különleges képesség birtokába, amelyet életében nem használt, és soha nem is fog ezután a film után. De mit lát meg ezekben az emberekben? Vagy átadható ez a keresés? Mondjuk, ha jön egy fiatal rendezés, azt mondja, hogy én is nagyon szeretnék amatőrökkel dolgozni, mit keressek? Hát ez nagyon, nagyon rafinált kérdés, hogy mit keressen. Azt hiszem, hogy nagyon sok emberben hogy az ember tudni kell, hogy mit keres. Tehát először az a lényeg, hogy tudom, nagyon egyszerű dolgom volt, mert a Lázár Ervin novellája, a felnőtt mesék ezekben, azért nagyon szélsőséges, nagyon különös figurák vannak megalkotva. Tehát ezekhez a figurákhoz, ha úgy tetszik, most idézve, de könnyű találni valóságos szereplőket. Nem könnyű, mert természetesen nem bíztam volna színészre egyiket sem. Ugye ezek egy picit a nézőt beavassuk, ezek valóban tanyasi emberek. Tehát ahhoz, hogy egy polgári színész, megint csak idézőben, tehát egy polgári színész eljátszon egy tanyasi parasztembert, nem se tehetség kell, de valami más is. Annak a létnek a tudása, amelyben az ember él. Na most, és természetesen nagyon ritkán van olyan, hogy egy hentes el tud játszani a latin tanárt. Mert valamitől beugrott nekem. Nekem volt egy latin tanárom, valószínűleg azért, mert nekem volt egy latin tanárom általános iskolában, fél évig tanított, és ez az áruházbeli mészáros, ez tulajdonképpen nagyon hasonlított erre a figurájában, külsejében, erre a korabeli latin tanáromra. Tehát volt benne valami olyan elhivatott, különös mániákusság, amelyik a korabeli latin tanáromban is volt. Hogy ezt a két dolgot az ember összepárosítsa, a mániákusságot, vagy a elhivatottságot, és azt mondja, hogy nem számít, hogy az ember egyébként most kést fenn, és borjúhúst szeletel, hanem tökéletesen el tudja majd magyarázni a Cicero életét is. És egyébként ugye megtanulta a szöveget, és elmagyarázta a Cicero életét, frenetikusan egyébként. Mondom, sosem felejtettem, a
a torontói fesztiválon Kanadában, ahol levetették a filmet, és utána volt egy közönség találkozó, ott az egyik néző felkelt, és azt kérdezte, hogy ő egyébként egy casting rendező, és szeretné megkérdezni, hogy az a Pali, aki játszotta a Latintanárt, mert az egy fantasztikus színész, annak nincs kiírva külön a neve, vagy pontosabban egy ilyen, fel voltak sorolva csak a vége főcímen, tehát nem voltak megcímezve a szereplőkhöz. Azt mondja, az kicsoda. Mondtam, hogy ő speciál egy nagyon jó nevű magyar hentes, ebben az áruházi látszolatban leesett a székről. De ugyanezt az élményt átéltem egyszer például Párizsban, ott egy francia-magyar koprodukciós filmet, krimit forgattunk, amelyben akkor nálunk takarított egy tüneményes roma asszony a lakásunkba, és mondtam neki, hogy Mariska néni nem akarna egyszer egy filmbe szerepelni, de ő nagyon szívesen szerepelne egy filmbe. És mondtam, hogy ez egy krimi, amelyben egy kocsmában el kell táncolni egy ismeretlen férfivel egy táncot, elég hosszan, és utána pofon kell ezt az embert vágni. Mondta, hogy ő megpróbálná. Párizsban a vetítés, megcsinálta, az én véleményem az, hogy fredetikusan, de nem is ez az én véleményem érdekes, a Párizsban a Pathé vette át a filmet, hát a Pathé volt az egyik szponzora, és ott elmentünk a elfogadás után, elfogadták a filmet, elmentünk vacsorázni, és miközben a csigát kente a pirítósára, azt kérdezte tőlem, hogy jó, egész jó színészek vannak Péter ebben a filmben, de van benne egy ponton egy nő, aki táncol egy kocsmába, és aztán pofon vág. Az egy híres magyar színésznő, ugye? Mondtam, igen, nálunk takarít. Tehát tőlem igen. Szóval néha ezek a felfedezések, vagy ezek a találatok, ezek nagyobb élvezeti sikerrel járnak, mint egy híres színésszel való forgatás. És gondolom, dolgozni sem ugyanolyan velük, mert nem mindegy, hogy ugyan instruálja az ember. Tehát azt tudja játszani, amit ő tud. Ezek egy figurás, ugye az igazi színész belebújik 82 alkatbőrébe, és mindegyiket az igazán nagy színész meg tudja csinálni. Ezek az emberek, az úgynevezett amatőrök, nem szívesen használom ezt a szót, mert van benne valami pejoráló, tehát nem veszük azok az életből kiemelt figurák, ezek egy dolgot tudnak, ehhez kell szerintem egyfajta jó látásmód, hogy ezeket megtalálja az ember, hogy azt a figurát, a Latintanárt és a táncosnőt, azt meg tudja csinálni, azt az egyetlen egy dolgot, és valószínűleg ahhoz neki nagyon mélyről, nagyon az élet, saját életéből van kelléktára. Tehát azt az egy dolgot nagyon tudja, azt egész másképp tudja, és egészen különösen tudja. Ezt kell valószínűleg felfedezni. Hát a filmkészítés talán a legdrágább műfaj, ezért nagyon fontos a történet is, ugye mindent egy lapra feltesznek. Jól sikerül, vagy nem? És még így is nagyon szubjektív az egy-egy film meghatározása, igen, vagy megítélése. A történeteket hogyan találja meg, vagy hogyan érez rá az ember, hogy ezt én meg tudom mutatni, ezt én fel tudom építeni? Meg is vádoltak engem ezzel sokszor, és én ezt én boldogan vállalom, hogy én tulajdonképpen mindig a saját történeteimet, főleg a saját család történeteimet mesélem. Tulajdonképpen, ha belegondolok az eddig csinált filmjeinkbe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a 80%-a igaz. Az előbb említett két film, amit említettem, a Tréfa is, meg a Porcelán Baba is, a speciál nem, azok a Kosztolányi meg Lázár Ervin elbeszélések alapján készültek, de az összes többinek a forgatókönyvét az többé, kevésbé én, vagy pedig én és egy valaki más írta, tehát valakivel, barátommal közösen írtuk. És valóban a televény, amely ezeket a meséket előbb bányászom, azok az én személyes, vagy pedig a szűkebb, vagy kicsit aztán tágabb családom története. Én azt szoktam mondani, hogy ha nekem lenne még mondjuk 30 évem, vagy már nincs filmet csinálni, akkor még körülbelül be tudnám csinálni azoknak a figuráknak a felét, akiket a családi legendáriumban emlegetnek. Nagyon, nagyon különös és nagyon, nagyon bolond családom volt nekem. Bizonyos értelemben a szüleim is nagyon, nagyon értékes és nagyon különös emberek, de aztán a nagynénik, nagybácsik, nagypapák,
a nagymamámnak a hat elpályázott, külföldet pályázott testvére, az apámnak a felfelé irányuló rokonsága, ezek mind-mind olyan történetek, amelyeket nagyon, nagyon jó lenne mind elmesélni, és amit eddig sikerült, azt megpróbáltam. Gyakorlatilag az ön élete is egy csodával kezdődött a szüleinek az egymásra találásával, amelyet a Hajnali Lázban, hát olvashatunk könyvben és láthatunk a filmászban, hiszen ugye meg is rendezte ezt a történetet. Ennek is egy nagyon izgalmas közege van, helye van, Svédországban, a haláltábor után, ugye amikor gyakorlatilag rehabilitáción vannak a szülei, és hát az édesapja úgy dönt, hogy szórakozik, vagy hát illetve belekapaszkodik valamiben, és 117 levelet ír, igen. Küld ki. Hát én nem nevezném ezt szórakozásnak, ez nagyon-nagyon elegánsan, nagyon diplomatikusan fogalmazott. Én azt gondolom, hogy ez finoman szólva is szélhámosság. Tehát, hogy valakivel közli az orvosa, hogy nem sokára meg fog halni, ami ráadásul egy brutális ütés a szívre, meg a lélekre, hogy valaki ezek után úgy határoz, hogy akkor a maradék 6 hónapját arra használja fel, hogy leveleket írdogál vadidegen ismeretlen nőknek azzal a szándékkal, azzal a nem is titkolt, azt mondom titkos szándékkal, de nem is titkolt szándékkal, hogy majd előbb-utóbb feleségül veszi az egyiket. Tehát, hogy ennyire fittyet hány a saját sorsának és az orvosi diagnózisnak, ezt nem tudom másképp fogalmazni, ez szélhámosság. És a papám valószínűleg életének ebben a korszakában, hogy 1944-ben ő 24 éves, 44-45-ben 25. Megcselekszi azt, amit egyébként az emberek 99%-a vagy talán 100%-a sem csinálna meg, hogy nem esik kétségbe, nem adja meg magát a sorsának, hanem valami egészen szemtelen és felháborító módon azt mondja, hogy nem fogok meghalni, hanem gyorsan beleszeretek valakibe. Most ez a vállalás, én ezt nagyon, nagyon későn tudtam meg, papám halála után sajnos, tehát elkezdve levelezni a mamámmal, több mint 100 levelet váltanak egymással, kétszer találkoznak is, és össze is házasodnak 1947-ben, tehát másfél évvel a levelezés után. De én mindenről csak 1998-ban, tehát 23 évvel ezelőtt értesülök, egy augusztusi napon, a papám halála után 4 nappal. És ez a, tulajdonképpen ez a dolog, ez a megrázó találkozásom a levelekkel, amikor a mamám kvázi megmutatja, hogy ez a levelezés, ezt ők eltették. Elő nem vették azóta sem, át volt kötve két különböző színű szalaggal. A mamám levelek külön, a papám levelek külön. Ez a találkozásom, ez megváltoztatta, lényegében megváltoztatta a papámhoz való viszonyomat. Tehát én azt hittem addig, hogy nagyjából ismerem az apámat, és akkor kiderült, hogy nem ismerem. Nem csak azért nem ismerem, mert elolvasva a leveleket egy csodálatosan író, fantasztikus humorérzékkel rendelkező, nagyon komoly öniróniával bíró és intelligens embert ismertem, mert ebből tulajdonképpen az intelligenst és a jó írót tudtam eddig is, a összes többit nem, hanem az is meghökkentett az a taktikai érettség, ahogy tulajdonképpen elvarázsolja az anyámat. Én őt egy ügyetlen, okos, kicsit suta embernek tartottam, és akkor kiderült, hogy valami egészen más is van mögötte. És akkor elkezdtem nyomozni az apám után, mert ez persze felébresztette bennem a vágyat, hogy akkor én nagyon sok mindent nem tudok az apámról. Elfejtettem megkérdezni, vagy ő nem akarta elmondani. Akkor kiderült róla egy csomó olyan dolog, amellyel nagyon-nagyon nehéz volt egyszer szembesülni, másrészt pedig kikatapultált engem abba az irányba, hogy valamit ezzel kezdenem kell, tehát valamit, filmet kell csinálnom, vagy regény, valamit kell, világ elé kell tárnom. Tudnilik, és most van a legfontosabb tulajdonsága, az apám mindent gyűjtött. Ezt tudtam egyébként róla. Tehát mindent, amikor meghalt, akkor gyakorlatilag különböző dobozokban ott volt az ő élete, tehát mindent gyűjtött. Az, hogy a kitüntetései gyűjtötte, az rendben van. Az, hogy a
újságcikkeit, hogy újságíró volt, másolatban gyűjtötte, tehát egy hatalmas, óriási könyvtárunk volt, volt neki egy őszobája, az könyvtárszoba volt, plafonig, pladótól plafonig, körbe könyvszekrényekkel, és az alsó fiókba összegyűjtötte az összes cikkét, amit valaha írt. Ami azért őrület, mert elképesztő mennyiséget írt. Itt egy több tízezres számról van szó, tehát a lapok azok a írógéppel írt lapok, azok le voltak fűzve, de ő megőrizte például, és ez volt a döbbenetes, a svédországi emlékeiből a súlyjegyeket. A súlyjegynek azokat a kis kartonlapokat nevezzük, amit az ember, hogyha kórházban van, vagy automata, és akkor egy őrét bedob, és mindig közli vele a dátumot, hogy mikor állt fel a mérlegre, és a pontos súly. És az apámnak megvan az, hogy 1945. augusztus 2-án ráállt a mérlegre, és 39 kilót mutatott a mérleg, és két hónap múlva már 54 volt. És ezek a súlyjegyek, ezek be voltak téve egy dobozba, és a valamennyi súlyjegyet eltette. De eltette az önéletírásait is, és ez volt az igazán nagy dráma. Tehát az önéletírásai azok gyakorlatilag ugye attól kezdve számítottak minden közép-európai embernek, amikor új helyre érkezik, vagy akár csak a személyzet is fel akarja mérni, hogy ki az, aki dolgozik abban a most esetben az ő esetében szerkesztőségben, akkor kell írni egy önéletírást. Tehát egy ilyen csomó önéletírása volt. Az első 1946-ban, amikor hazajöttek Svédországból, és hogy jelentkezett a Szabadság című laphoz, akkor készült. És ez egy 15 oldalas önéletírás volt, az apám akkor 26 éves volt, akkor már 27, és az ember elájul attól, hogy 15 oldal, miért hogy 15 oldalt írni egy ilyen fiatal ember? Mi történt vele? És azért ilyen hosszú, mert gyakorlatilag mindent leír benne, lényegében mindent leír, majdnem, hogy az igazgatói pofont is, amit Debrecenbe kapott, egész addig, hogy míg hazajött a koncentrációs táborból, és Svédországba elkezdték ápolni. És a harmadik oldalon van egy furcsa mondat, amelyik úgy szól, hogy Bergen-Belsenben hullákat égettem, amiről ő soha nem beszélt. Tehát hirtelen kiderült nekem, hogy ő a szörnyű, és egyébként valószínűleg az egyik legszörnyűbb foglalkozás volt a táborokban, az onnan kommandónak a részesei lenni. Kiderült a papámról, hogy ő valamikor ezt vállalta, ezt a borzalmat, azért a 8-10-12 dekakányérért, amivel igazából fent, ezzel élte túl. De gondolom, hogy azután, hogy magához tért, és hogy megerősödött, és hogy elkezdett levelezni a nőkkel, majd kiválasztotta a mamámat, és elvette a feleségül, és megérkezett utána, visszaérkezett Magyarországra, és jelentkezett a Szabadság című laphoz, majd fel is vették, és ott még őszintén leírta ezt a mondatot. Nyilván nagyon komoly lelki tusa után, hiszen ezt iszonyatosan szégyelhette, utána soha többet, egyetlen önéletrajzában sem szerepel ez a tény, tehát ott van mögötte még az a csomó több száz önéletrajz, amit az élete folyamán írt. Ez a mondat soha többet nem szerepel, a tény sem. A mamám erről nem tudott, mamámnak sem mesélte el, mamámnak, akivel 50 évig együtt élt, és hát persze a gyerekeinek sem mesélte el, soha nekem sem. Tehát azt hiszem, hogy a papámnak volt egy olyan eltitkolt élete, gondolom mindenkinek van egy eltitkolt élete, de nem ekkora súlyú, hogy az alól be kellett küzdenie, valószínűleg ezért nem is írta meg soha a saját szerelmének a történetet, amely szerintem a világ legszebb történet, hogy valaki hogy győzi le a szerelme segítségével a saját halálát. De lényeg az, hogy elkezdtem megismerni az apámat, és nekem ez egy fantasztikus utazás volt. Tehát amikor arról kérdez, hogy igen, készült egy ilyen film, igen, fantasztikus szüleim voltak, akkor nekem igazából az a csoda ebben a történetben, hogy ha nagyon későn is, halála után megismerkedtem az apámmal. És milyen volt az édesanyja szemszöge ebből a történetből, hogy ő látja, tapasztalja, hogy gyakorlatilag a világ, de legalábbis egy ország elé tárja az ő történetüket? Hát a mamám ugye természetesen, utána nem tudtam erről az ő megismerkedésük történetéről, pontosan azt tudtam, hogy a Svédországban ismerkedtek össze, tehát a családi anekdóta szintjén ezt tudtam, de hogy ennek pontosan
pontosan mi volt a háttere, arról soha nem beszéltek. Tehát nem beszélt arról az anyám, hogy 2000 kilométer választott el az apámtól, hogy őt, amikor megkapta az első levelet a papámtól, akkor egy Exsió nevű kisvárosba, egy kórházba, egy nagyon komoly vesebajjal kezelték. Hát ugye meséltem, hogy 26 kilóval szabadult fel, tehát semmivel nem volt jobb állapotban, mint az anyám. Apám, de valamivel szerencsésebben alakult, aztán később ez a rehabilitációs sorsa, tehát viszonylag gyorsan magához tért. 18 éves volt ugyanis akkor. Szóval a mamám sem mesélt erről soha, a papám halála után, mikor odaadta ezeket a leveleket, és én hazavittem, és elolvastam. Tehát elolvastam az ő szerelmük történetét, akkor gondolom, ez teljesen természetes, fel voltam háborodva. Tehát azt mondtam, hogy hogy a fenében létezik, hogy egyrészt 50 év óta nem adtátok ezt nekem oda, másrészt soha fel nem bontottátok. De hogy soha nem beszéltetek erről, hát micsoda dolog ez, hát a gyerekeiteknek nem. És akkor az anyám kicsit pironkodva elkezdett mesélni, és az volt a legfantasztikusabb ebben, hogy ugye az ő élményei, hogy milyen volt egy zsidó fiatal lány sorsa 1944-ben, attól kezdve, hogy megjelentek a plakátok Budapest utcáin, hogy összegyűjtik a 18 és 55 éves zsidó nőket, és munkatáborba viszik őket, egész addig, ameddig Bergen-Belsenben az amerikai tiszt azt nem kérdezte, hogy ki az, aki él még, és akkor ott feküdt a mesztelen testek között, többnyire holttestek között egy az Appelplatznak nevezett placon, és mesztelenül, és épp hogy fel tudta emelni a jobb kezét, és azzal jelezte, hogy ő még él, és akkor két szanitétszer kihozatták őt a holttestek közül. Tehát egész addig mindenre emlékezett. Mindenre. Elképesztő részletességgel, és elkezdtem mesélni. Hát hónapokon keresztül semmi más nem csináltunk, mint hogy sétáltunk, akkor Érden laktam, az érdi lankákon, sétáltunk, és ő mesélt. Tehát mesélt a múltjáról. És kiderült, hogy bár el volt temetve minden, de mint hogyha egy tűzhányó tört volna ki, minden előjött, és ez a minden előjöttben, ezt úgy kell érteni, hogy minden apróságra emlékezett. És amikor ezt végigmesélte nekem, akkor mondtam, hogy én megpróbálom ezt megírni. Most mindegy, hogy nagyon sokáig tartott, mert ez megint egy másik történet, 7 évig nem tudtam hozzáfogni ez a történethez. De nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy aztán megírtam, az első forgatókönyv változat elkészült, még nagyon nyers volt természetesen, és azt gondoltam, hogy hát illik neki megmutatni, különben is nagyon kíváncsi volt akkor már. Tehát azt mondta, hogy nagyon jó, hogy megírod, és hogy ez fantasztikus, és elolvasta, és akkor aznap este felhívtam telefonon, mert minden este beszéltünk telefonon, én kint laktam egy Pestről nem olyan messze, 17 kilométerre egy kis érnevű kisvárosban. És az volt az első reakciója, hogy elkezdett, nem tudok jó szót mondani, rikácsolni a telefonba, hogy ezt nem engedem, hogy ezt nem csinálhatod meg velem. Hogy ez nem, egyszerűen nem igaz. Kell egy kis kitérőt tennünk, hogy értse. Ugye amikor mamám és papám először találkozik, túl vannak egy csomó levélváltáson, és megtörténik, 1945. december 1-én megérkezik az apám Exsőbe egy három átszállással a vonaton, találkozik a mamámmal, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a második, harmadik pillanatban már egymásba szerettek. Benne van a regény, vagy hogyan, ezt nem mesélném most el. A lényeg az, hogy a mamámnak, apa megkéri rögtön, másnap megkéri a kezét, vele akar élni, tehát elhatározzák, hogy ezentúl együtt. De van egy probléma. Az a probléma, hogy az anyám úgy gondolja, hogy egyféleképpen tud csak úgy, hogy neki kezdeni az új életének, ha többet nem lesz zsidó. Hát ezt a dolog úgy érzi, hogy mindent, ami most történt vele, ez a borzalom, ez a fél év, ami gyakorlatilag majdnem meghalt, vagy tulajdonképpen, és az a sok-sok szenvedés, az azért volt, mert ő zsidónak született, nem volt vallásos család egyébként a mamámat, vagy mamám családja. Tehát zsidó származású volt, és annak köszönheti mindezt, hogy ezt a sorsot neki valamilyen módon vállalni kellett, de ő soha többet nem akarja vállalni. És azt a feltételt szabja az apámnak, hogy csak akkor megy hozzá, hogyha mindketten kitérnek. Tehát felvesznek egy református vallást, és ezt a szörnyű billogot, amely ott beléjük van sütve, ez a zsidóság, ezt egyszer s mindenkor elfelejtik. És a levelezésnek innentől kezdve az egyik súlypontja az lesz, hogy
hogy az apám azt hazudja, megint hazudja, hogy ő intézi, jár a különböző püspökökhöz Stockholmba, de nagyon bonyolult ez a áttérés, és anyám mindezt elhiszi. És egyre felnyegetőbb, egyre dühösebb hangon követeli az apámtól, hogy igen, miért nem intézi el, hogy ez az áttérés megtörténjen. Na most természetesen, amikor az első forgatókönyvet írtam, a nyers változatot, ez nem a regény, akkor rögtön rájöttem, hogy tulajdonképpen ez a motívum, ez az egyik legérdekesebb és legsokat mondóbb motívum az ő életükbe, tehát hogy azt hiszik, az a naív ábrányuk van, hogy egy papír megváltoztathatja a származást, a gyökereket, mindent, az egész életüket egy másodperc alatt rózsaszínre változtatja, hogy ezt a csodálatos naivitást, ami teljesen érthető egyébként, ezt én beemelem is, ez lesz a központi mozgató ereje annak a filmnek, amit meg fogok csinálni. És így is írtam meg a forgatókönyvet. Anyám elolvasta ezt az első változatot, és természetesen rögtön látta, hogy itt miről van szó, és most jön a legfantasztikusabb, és fogja érteni, miért mondom, hogy azt kiabálta, hogy minden szava ennek a forgatókönyvnek hazugság, ez nem igaz, amit te leírtál. És mondtam, mi nem igaz? Az, hogy én valaha ki akartam térni, az nem igaz, kiabálta az anyám a telefonban. És mondtam neki, hogy várj egy percig, mindjárt hozom a leveleket. És akkor odahoztam magam el a leveleket, kinyitottam bárhol egyébként, amit december után írtak, és akkor mondtam, hogy december 7-e, drága Miklóskám, ugye nem felejtetted el, intézkedsz a kitérésünk ügyében. 1046. január 9. Drága Miklóskám, még mindig nem írtál semmit. Azt írtad, hogy a püspökkel beszéltél. Mit mondott a püspök három felkiáltóján? De durva szembesítés. 46. január 30-a. Miklóskám, még egyszer mondom, imádlak, szeretlek, de csak akkor megyek hozzád, ha... És olvastam ezeket a leveleket az anyámnak, aki dermedten hallgat. Egy árva szót nem mondott. Mondtam, ott vagy még? És akkor mondta, hogy igen. Mondom, és akkor mi van? Ezeket én írtam, mondom, most olvastam fel, ezeket te írtad. És azt rebegte a telefonba az okogás szélén, hogy te Péter, ezekre én nem emlékszem. Mindenre emlékezett. Arra emlékezett, hogy 1944. október 13-án a baloldali bakancsán, most konkrét dolgot mondok, a cipőfűző kioldódott, és miközben vált a villamosra, amikor már ment a kisokpályáról, összegyűjtötték őket, azt neki össze kellett kötözni. És ez elmesélte nekem, és bennem maradtam. Mondom, arra emlékszel, hogy kioldódott a cipőfűző. Arra emlékszel, hogy amikor a 12 napos vonatúton szállították őket Magyarországról Bergen-Belsenbe, akkor a vonaton a harmadik nap egy nőnek összetört a zsíros bödönnye, és a szerencsétlen emberek, akik be voltak zsúfolva a vonatba, azok a összetört cilánkokat nyalták föl a cilánkokkal együtt a zsírt a vagon padlójáról. És elmesélted, hogy hol melyik ponton szúrta meg a kezedet a szilánk. Arra emlékszel, de erre nem emlékszel, ami olyan fontos volt. Hát ugye az öreg Freudnak azért igaza van, tehát az ember, amit el akar nyomni, azt kegyetlenül elnyomja. Ez annyira elnyomta, hogy fel volt háborodva, hogy én ezt tartom a legfontosabbnak. És hát akkor természetesen aztán megmagyaráztam neki, hogy ezt nem hagyhatom ki. Hát, hogyha ezt kihagyom, akkor a legfontosabb dolgot hagyjuk ki az egész történetedből. Még akkor is, hogyha ezt nagyon szégyelte. Hát egyszerűen elkezdte szégyelni, hogy ő meg akarta a saját családját, és meg akarta a saját gyökereit tagadni. Meg akart mindent tagadni, ahonnan ő jött. És persze visszatekintve ez épp olyan szégyen, és épp úgy magyarázható, mint az apám, aki letagadta azt, hogy jó hullákat égetett. Tehát tulajdonképpen itt ért össze az anyám és az apám sorsa igazán mélyen az utóéletükben. És miután ez könyvben és filmen is látható, illetve olvasható volt, az író és rendező, mert hogy azon túl, hogy az ő fiúk, milyen érzéseket vitt tovább, vagy a visszajelzések alapján, milyenek voltak tovább, nem tudom, ennek a történetnek a súlyai, meg értékei? Az igazság az, hogy én tulajdonképpen a legnehezebb dilemmával akkor kerültem szembe, amikor ezeket elolvastam, és anyám elkezdtem mesélni a történeteit, és én elhatároztam, hogy ezt valamilyen módon megörökítem, mert képtelen voltam magamat túltenni azon a nehézségen, hogy nem is tudom, nagyon eufémikusan fogalmazok, hogy mit szólna ez az apám?
hogy apám ezt nem írta meg. Tudnia kell, hogy elképesztően tehetséges ember volt. 18 éves korában megjelent már az első verses kötete, Földindulás címmel, tele csodálatos sorokkal, nagyon szép verseket írt, nagyon jól írt később is. Hogy miért nem írta meg? Hát hogy a fenében létezik, hogy valaki, aki egy ennyire intelligens ember és ilyen komoly képességgel, írói képességgel rendelkezik, az nem veszi észre a saját életének a legnagyobb történetét. Hát ez kizárt. Hát valamiért ő ezt nem akarta megírni. És nekem Bülhan leesett, nekem az volt a legfőbb dilemmám, hogy jogom van-e nekem ahhoz, hogy ezt akkor megírjam. Az anyám azt mondta, hogy igen, de hát ugye az apám erre szegényként nem bólintott rá, mert már nem élt. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy mert én azt gondoltam, hogy elégtételt kell kapniuk. Az nonsense, hogy ez a történet úgy veszem el az időben, hogy soha senki nem tud róla. És ha legalább egy pár száz ember, gondoltam, akkor megnézi majd ezt a filmet, vagy a pár száz ember, aki elolvas a regényt. Azért írtam a regényt egyébként, mert sokáig úgy volt, hogy nem tudom megcsinálni a filmet. Tehát az egy dűből vagy kényszerből készült írásmű volt. Akkor ez a pár száz ember talán visszaigazol engem. Tehát ez volt az én prekoncepcióm az egész ügyben, és ezzel mentettem fel magam. És aztán történt, ami történt, és ezt most tényleg, nehogy félrejtsd, ezt nem szerintelenségből mondom, mert ez úgy szörnyű lenne, hogy aztán elkezdett a regény egy önálló életet, 5 évvel később beindult vele valami, már a 36 országban jelent meg a könyv, van, ahol már harmadik utánnyomást csinálják, van ország. Csak Németországban 60 ezer példány fogyott el, de tényleg Brazíliától Tajvanig az egész világon olvassák, és tényleg én is bejártam a világot, és egy csomó olyan kérdésre válaszoltam a világ legeldugottabb helyein, amelyekre nem is hittem volna, hogy valaha sor kerülhet. Most éreztem azt, hogy talán fent a Ha van bárányfelhő, amelyről a papám ül a túlvilágon, akkor most bólint. Tehát most talán azt mondja, hogy igen, akkor talán érdemes volt. Tehát jó, hogy elmesélted, hogy nem csak az én leszármazottaim, az én ükük unokám fogja olvasni a ükük nagyszülő történetét, hanem a világon egy pár helyen elő fogják venni, és megmarad. És ez nekem is elégtétel. Másfajta elégtétel, mint gondolom, ami a hét mocskos nap után jött, vagy a Kempelen farkaség történetét követően. De azt tudom, hogy Péter egy örök elégedetlen, ami az alkotói folyamatokat illeti, mert hogy nem tölti el, nem tudom, sikerrel, vagy... Nem erről van szó, arról van szó, hogy az ember, ha komolyan veszi a saját mesterségét, akkor soha ki nem adja a kezéből. Tehát van egy olyan pont, filmnél is, meg regénynél is, amikor azt kell mondanom magamnak, hogy pont, ez elkészült, ez befejeződött, nem tökéletes, mert tökéletes mitesen nincs, és kiadom a kezemből, és menj, és mint a saját gyereke, hogy két lábjára kell állni, és el kell kezdeni saját magáért harcolni. De közben pontosan tudom, hogy ezzel még nagyon sok munka lenne. Tehát sajnos minden ilyen, hát én legalábbis így vagyok vele, én képtelen vagyok megnézni egyébként a saját dolgaimat, tehát filmben, amikor vetítik a tévébe, elbújok, tehát effekt, még hangát sem akarom hallani. Mert néhányszor szembesültem azzal még régebben, amikor egy-két filmet részeket visszanéztem, hogy mennyire másképp csinálnám meg ma. És ez meg borzalmas. Tehát ugyanez vonatkozik, ha elkészült az utolsó nyomdai levonatot elolvastam, attól kezdve soha többet ki nem nyitom, mert nem akarok azzal szembesülni, hogy az a mondat nem jó, mert azzal szembesülni az iszonyat. Hogy ezt én írtam, és nem vettem észre, hogy a szórend az egészen másképp lett volna jó, tudja? Tehát ez a elégedetlenség, az inkább arról van szó, hogy tudomásul vettem, hogy egy ponton el kell engedni a dolgokat, és amilyen, ahogy sikerült, ha nem sikerült, akkor azzal is szembe kell nézni. Mindegy, például tudom, hogy van két olyan filmem, amelyet, hát nem tudom, megtagadok, de hát ki kell mondom a szót, szégyellek, hogy megcsináltam.
De így, de akkor épp abban a tehetségtelenségi állapotban voltam, és az jött ki. És ez tudomásul kell vennem, hogy ez az életem kész. Remélem, az Úramisten nem tartozik ez a többbe bele. Hát ugye nem, de azt sem láttam azóta. Ugye, ez, ha magam most elkezdenem mondani, amire emlékszem, ugye 84-es filmről van szó, az 16, meg 21, az 30, hány év? 36 évvel ezelőtt készült. Az első nagy hangos siker, az első játékfilm. Igen. Nagyon-nagyon szerettem, és iszonyatosan jó volt csinálni, és nagyon-nagyon megható dolgokra tudok visszaemlékezni, de nem szívesen nézném meg. A könyveit sem olvassak ezek szerint. Nem én. És a visszajelzések alapján elhiszi, hogy akkor abban, azzal a tudással, abban a helyzetben a lehető legjobbat hoztak? Persze, hát nézd, hát akkor, amikor az ember amikor éppen abban a pillanatban van, hogy leteszi a tollat, vagy befejezi a vágást, vagy nem is a vágással, ugye hát az utolsó fázis az a hangteremben van, amikor lekeveri a filmet, és aztán még ugye az elejét és a végét látom a filmjeimnek, amikor a fesztiválokra viszik, akkor bemegyek a film elején a vetítésre, az első 3 percet, hogy jó-e technikailag, és a végére vissza kell menni vagy egy beszélgetésre, vagy egy meghajlásra, tehát utolsó 5 percet is megnézem, tehát ami kettő között van, azzal van problémám. De az elejét meg a végét általában szoktam látni. A regénynél meg ott szerencsére nem kell, mert csak a fülszöveget elég, ha kinyitja az ember, ez a regény megmond, ott kell aláírni, amikor dedikálni kell a második oldalon, azt még látom, de bejjebb nem megyek. Bocsásson meg, de ez hihetetlen. Tehát azt gondolná az ember, hogy élvezi a sikert, vagy élvezi azt, hogy... A sikert igen, csak nem tudom, a persze, hát baromi nagy öröm, amikor tapsolnak, és amikor jönnek az emberhez, és egy könyvet azt mondják, hogy nagyon szerettem, ez nagyon nagy öröm, persze. De arra nem kényszerített engem senki, hogy még egyszer szemben nézzek vele. Tehát nem az a jó, azt mondják, hogy én el se olvastam, meg se néztem. Nem, hát az, nem, dehogy is, hát ez fantasztikus jó dolog, hogy nézik és olvassák. És az alkotási folyamatban, mondjuk a forgatáson? Egész addig, ameddig, amíg valami belül vagy, akkor nem is tudok másra figyelni. Tehát állítólag elmebeteg módon viselkedek a hétköznapi életben, mondják a családtagjaim, tehát annyira nem tudok odafigyelni azra, ami a valóságos élet. Hát élek ebben a másik létben. De a szerencsére azt tanultam meg, hogy amikor elbúcsúzol egy dologtól, amit csináltunk közösen, vagy én csináltam regény esetében egyedül, de a regény csak egyedül, mert van egy szerkesztője, meg van egy kiadója, akik folyamatosan belebeszélnek és jókat mondanak sokszor. Tehát amikor elérkezik az a pillanat, hogy el kell ereszteni, akkor megtanultam azt, hogy a lehető legkevesebb szívfájdalommal, egyébként nem megy szívfájdalom nélkül, de a lehető legkevesebb szívfájdalommal ereszem el. Tehát amikor felszoktam ébredni egy bemutató után, egy filmbemutató után, az ott van vége. Tehát benn volt a bemutató, akkor úgy érzem magam, mint egy elhagyott szerető. Tehát elment a szerelmem, soha többet vissza nem jön. Keresünk másikat. El kell a könycseppeket dörzsölni a szem sarkában, és keresünk egy újat. Így van. És jön az új, remélhetőleg. Remélhetőleg jön az új. Bízunk benne, igen. Most néztem újra a Szamárköhögést, és az ajánlójában hát a Woody Allen-i létre, filmes képre hajaznak. Nem tudom, hogy ez a rendezőnek dicséret vagy sem. Tehát hogy dicséret. Tehát van 2-3 film, amit meg szoktam nézni, minden, bármennyire, hogy mondjam, csak régi módi. Még arra is kötelezem a stábtagokat, a legszűkebb barátaimat, hogy ők is nézzék velem. Az egyik a Woody Allen-nek az Annie Hall-ja, ott van még mellette a Truffaut-nak a Jules és Jimmy-je, és a Fellinnek az Amarkordja. Ez a 3 film, amit magammal vinnék arra a bizonyos lakatlan szigetre, tudja, ahol íres kérdések. Igen, a Woody Allen-t zseninek tartom. Hozzáteszem, hogy utóbbi időben kicsit, hát hogy mondjam, meginoktam az úr, láttam egy dokumentumfilmet ugyanis a Woody Allen magánéletéről, illetve erről a híres botrányáról, hogy mi történt az ő kislányával, hogy abuzálta vagy nem abuzálta, és már a gyanú felmerülése is megint, hogy mondjam, megingatja az emberbe a csodálatot a rendező iránt, pedig a Woody Allen fantasztikusan tud filmet csinálni, az Annie Hall az egyik legfantasztikusabb film, amit valaha láttam. De természetesen úgy fogom fel, hogy dicséret, igen, szóval azt hiszem, hogy
Már nagyon haragud, na most erre elmondok magának, nem szoktam elmesélni egy történetet, de hagyj meséljem el. Az Uram István az első játékfilmünk, amit végül is elfogadtak, de nem ez az első forgatókönyv, messze nem meg akartunk csinálni, hanem Osváth András barátommal a 70-es évek végén, 79-ben írtunk egy forgatókönyvet, az volt a címe, hogy filmhamisítvány, és az volt benne az eredeti ötlet, szerintem nagyon büszkek voltunk rá, és ma is azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy igazi és álhíradókból, tehát igazi híradó, 1932-ben játszódott a film, 1932-es híradókból, magyar és világhíradókból, és az általunk gyártott kvázi híradókból elmesélt egy játékfilmet. Két szélhámos történetét 1932-ből. Ez volt az alapötlet. Az volt, hogy mentek a híradók egymás után, és szép lassan kirajzolódott egy játékfilmi történet, két ember története. És nem fogadták el, egy halva, azon sok, hogy mondjam, csak elhunyt forgatókönyv, forgatókönyv gyarapítja, amelyeket az ember bedug a szekrénybe, és soha többet elő nem veszi. De a 80-as évek elején egy bizonyos Woody Allen csinált egy Célix című filmet. Annak az volt az alapötlete, hogy csak dokumentumfilmekből elmesélte egy nagyon érdekes embernek, a Céliknek a történetét, aki egy ilyen átváltozó művész, és mindig új és új alakban jelenik meg, de egy nagyon szellemes, nagyon különös, nagyon tehetséges mozi volt. És úgy éreztem, hogy ez a Woody Allen ellopta tőlem, hiszen mi 3 évvel korábban beadtuk már, nem tudtam lassáról bizonyítani, lényegében ugyanezt, a formai, de valójában tartalmi ötletet. És hogy nekem ezzel a Woody Allennel még lesz elszámolni valóban, egyszer pofán fogom vágni valahol, ha találkozom vele New York-i utcán, neki ez nincs joga. Hát így kezdődött a Woody Allennel való kapcsolatom. Rendben, és akkor ezen túl még vajon miben hasonlít Woody Allenre az ő karakterében? Ha azt mondja, hogy ez nagyon, nagyon mintha zsírral kenegetnének egyébként, hogy ezt mondja, mert ez azt jelenti, hogy valamit én is sikerült elcsípnem ennek a zseninek, abból a képességéből, hogy mindennek létezik valami fonákja is. Tehát amikor bármilyen drámai eseményt, vagy nem drámai eseményt próbál az ember elmesélni, filmen is, vagy regényben is, vagy prózában is, akkor közben valamilyen, hogy benne van ez, hogy kacsintunk is egyet. Szóval igaz, hogy igen, de nem kell komolyan venni semmit, hanem ennek megvan a másik oldala is. És ezt a Woody Allen olyan magas szinten tudja csinálni, olyan igazi nagy művészként tudja csinálni, hogyha én ebből valami picikét elcsipek, és maga azt mondja, hogy van egy kicsi hasonlóság, akkor én már boldog vagyok. Kíváncsi vagyok arra, hogy Gárdos Péter 10 nagy játékfilmmel a háta mögött? 3 könyvvel a háta mögött? Vajon mit mondana annak a fiatal Gárdos Péternek, akit eltanácsoltak a főiskoláról? Azt mondanám, amit én tanítok a Metropolitanben forgatókönyvírást és filmrendezést, és ott minden egyes alkalommal, amikor új növendégek jönnek, akkor azzal kezdem, hogy ez egy olyan szakma, amelyben egy bizonyos képességre szükség van, és az bármilyen furcsa, az nem a tehetség, hanem én úgy hívom, hogy pofontűrő képesség. Tehát, hogy bírja az ütéseket. Tehát, ebben a szakmában ugyanis olyan nincs, hogy valaki folyamatos győzelmeket arat. Szoktam látni amerikai híres filmrendezőkről dokumentumfilmeket, és boldogan fedezem fel bennük, hogy ők ugyanazon a purgatóriumon mentek keresztül, mint mi valamennyien, a magyar filmrendezők, és én személyesen is. Hogy tudnélik, az a sok elutasítás, kudarc, forgatókönyv visszadobás, ötlet visszadobás, utolsó percben való elgáncsolás, és amikor elkészült a film, akkor az a sok gonoszkodás, dzsungelharc, nevezzük néven a dolgokat, aljasság, azon úgy tud túl lenni, mint filmrendező, hogy nem sérülsz bele, hogy nem rokkansz bele, hogy nem leszel irigy, gonosz, és majd visszaadom típus, hanem az maradsz, aki voltál. Tudom, hogy nagy vágya volt, miután a világsiker megvolt, hogy itthon Magyarországon is elismerjék. Most milyen, hogy tudják, hogy ki az a Gárdos Péter, és ismerik és elismerik a munkáját? Jó, nagyon jó, de higgy el, hogy Woody Allenként kell válaszolnom, hogy a lényeges meg a lényegtelen, azért el kell választani, nem ez a lényeg. Tudja, mi a lényeg? Az a lényeg, hogy amikor reggel én felébredek,
és megiszom a kávémat, akkor azt érzem, hogy de jó, hogy én élek, és ennek a kávénak azt az igazi bukéját érzem, és ennél fontosabb nincs a világon. Hát akkor 30 év múlva majd. Találkozunk. Egy jó néhány játékfilm után találkozunk. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.